Megnyílt, átadták a Vámudvart a fényes litkei East West Gate intermodális terminálon. Együttműködés magyar-ukrán program indul a Tisza vízének tisztaságáért. Jótékonyság, használt, de jó állapotú iskolatáskákat vár és oszt szét a hulladékgazdálkodási társaság. Az országban egyedül álló vámudvart adtak át fényes litkén az East West Gate intermodális terminálon. A legmodernebb technológiákkal felszerelt létesítmény a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adó- és vámigazgatóságának szolgálati helyeként működik a jövőben. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A fényes litkei lesz az ország egyetlen olyan vámudvara, ahová a széles és a normál vasúti nyomtáv egyaránt becsatlakozik. A terminál már teljesen üzemképes, hamarosan élesben is megkezdi működését. Megtörtént a szimbolikus kulcsátadás, ezt követően pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai birtokba is vették szolgálati helyeiket. Feladatuk az lesz, hogy fogadják a szállítmányozó ügyfeleket és vám eljárás alá vonják a terminálra beérkező árukat. A vámudvar ebben a raktárban a tranzitszállítmányok állandó vámfelügyeletét is biztosítja. Tálosi János vezérigazgató elmondta, a beruházás és az együttműködés a maga nemében egyedülállónak számít a kontinensen. Itt a széles nyomtáv jelen van a terminálon, tehát olyan vámudvar, ahol nem csak a normál, hanem a széles nyomtáv is bejön a vámudvarra, tehát univerzálisan lehet kiszolgálni az ügyfeleket. Azért különleges, mert lehetőség nyílik vámterületen áruk tárolására, anélkül, hogy azután a köztereket ki kell fizetni, vagy pedig a vámkezelés lebonyolítani raktározás után bármikor, amikor az ügyfél ezt szeretné. A fényes litkei vámudvaron a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 15 munkatársa végzi majd nap mint nap a munkát. Vágóhelyi Ferenc a hatóság vezetéséért felelős államtitkár szerint a terminál és az adóhatóság közös munkája hosszú távon Magyarország gazdasági érdekeit szolgálja, de fontos szerep hárul majd a központnak a háború sújtotta Ukrajna helyreállításában is. Volt egy olyan vállalkozói kör, aki hitt abba, hogy egy kaput lehet nyitni az országon, kockáztatott, beruházott a legmodernebb technológiákkal, és egy olyan volumenű beruházást tudott csinálni, ami érdemben befolyásolja azt, hogy kelet felé milyen árumozgást tud az ország elvégezni. Egy olyan országról beszélünk kelet felé, amit újjá kell majd építeni. És ebbe különösen fontos szerepe lehet egy ilyen, sőt lesz a vasúti termináljainknak, ennek a most átadottnak is, és ez mind Magyarországnak, mind pedig Ukrajnának nagyon fontos. Munkában a 40 tonnát is meghaladó óriás daruk, amelyeknek fedélzetén nincs ember. Egy körülbelül 50 méterre lévő központi irányítószobából irányítják a gépeket az 5G hálózat segítségével. Ez még a próbaüzem, de rövidesen élesben is pakolják majd a fél és egész pótkocsikat, valamint a hatalmas konténereket Kelet és Nyugat új vasúti csomópontján. Technikailag és jogi értelemben a terminál átadásra került, hiszen megvannak az engedélyei, lesz majd egy formális, ünnepélyes átadás is, de egyébként a technológiai rendszereknek a próbája folyamatban van, és már érkezett vonat is, a saját 50 konténerünk érkezett meg a terminál területére. Itt van már 100 darab vasúti kocsink, tehát folyamatosan megy a üzemkezdetre való felkészülés, ahol bármikor megérkezhet az első vonat. Tálosi János hozzátette, az óriás terminál csak nem 130 állandó munkavállalót foglalkoztat majd. A különböző kiegészítő szolgáltatásokkal együtt pedig a központ nagyjából 400 új munkahelyet jelent a térség számára. Az úszó PET palackokat is képes előre jelezni az a rendszer, amelyet a Felső Tisza vízgyűjtőjén épít ki a Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság és az ungvári tiszai vízgyűjtő gazdálkodási igazgatóság. Az együttműködés célja a folyamatos és pontos vízminőségmérés. Az 1,2 millió eurós uniós beruházás eredményeként létrejövő Tisza Monitor Net rendszerről konferencián számoltak be. Összehangolt akció a Tiszaszalkai ártérben 2020-ban. Az önkéntesek mellett magyar és ukrán vízügyi dolgozók szedték a szemetet a Tisza egyik legszennyezettebb Natura 2000-es területén.
A folyó hulladékszennyezése évtizedek óta Magyarországon és Kárpátalján is súlyos problémát jelent. Szomorú példa erre, hogy 2004-ben a vízhozam mellett új fogalmat, a palackhozamot is bevezették a szakemberek. A Felső-Tisza vízgyűjtőjén 2017-től nagyszabású beruházás indult, melynek célja a külföldről érkező kommunális hulladék eltávolítása volt. Akkor kormányzati forrásból olyan rendszert építettek ki, amely kamerák segítségével előrejelezte a PET palackok várható érkezését az úgynevezett leszedő helyekhez. Ezt a beruházást most továbbfejlesztik, így egy határon átnyúló vízminőségi megfigyelő rendszert hoznak létre. Megpályáztuk ennek a rendszernek a folytatását, ami tulajdonképpen ennek a pályázatnak van ma a nyitókonferenciája, és ezzel folytatódni fog a munka. Tehát a rahói kamerát kiegészítjük a visótorkolatnál kamerával, mert akkor a rahói hulladéklerakó szemetét is látjuk. A Husznál jelenleg is volt kameránk, de mi kiegészítjük Técsőnél is. Tiszavesnél jelenleg is volt hőkameránk, tehát a hőkamera segítségével már az éjjellátó funkcióval van elrendelve, kiegészítve, tehát nagyon komoly előrejelzéseket, szinte perce pontosan meg tudjuk mondani, hogy mikor érkezik a szennyezés, és nagyon hatékonnyá tesszük ezt a kommunális hulladék leszedést. A magyar-ukrán projektben a felújított kamerarendszer éjjel-nappal figyeli majd az adott területeket, de része a fejlesztésnek az is, hogy új vízminőségi állomásokat alakítanak ki. Régén konténeres állomásokkal észlelték a laborállomásokkal a vizek minőségét. Ezek az állomások időközben lerobbantak, már nem működőképesek, és mi célul tűztük, hogy a vizek minőségét meg fogjuk határozni, hiszen a kommunális hulladék az a vízen úszó. De hát ugye a vízminőség az áll vegyületekből, tehát pH vezetőképesség, oldott oxigén, nehézfémek, egyéb vízkémiai elemek, és ezeket mi mérni fogjuk. Ez a rendszer tartalmaz 5 új vízminőség állomást, 3-at Ukrajnában, ezzel megújítjuk a régi Técsői vízminőségi állomást, illetve még lesz másik 2 helyen Ukrajnában, és nálunk is 2 helyen vízminőségi állomás, így már mérni tudjuk a vízminőségi paramétereket is. Vízminőségi riasztórendszert is kiépítenek. A Felső-Tisza ugyanis havária eseményeknek kitett térségnek számít az itt található bányák, ipari területek, szennyvíz és hulladéktelepek miatt. A határon átnyúló vízminőségi monitoring hálózat kiépítését a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság az ungvári tiszai vízgyűjtőgazdálkodási igazgatósággal közösen végzi. A Tisza Monitornet rendszer kialakítására több mint 1,2 millió eurós költségvetés áll rendelkezésre. Nem tartanak tárgyalásokat Nyíregyházán, július 15-én megkezdődött az ítélkezési szünet valamennyi bíróságon. A büntető ügyeket azonban nem érinti az augusztus 20-áig tartó szünet. A tárgyalásmentes időszakban a bírósági kezelő irodák a megszokott munkarend szerint továbbra is nyitva vannak és tartanak ügyfélfogadást. Üres a folyosó a Nyíregyházi törvényszék épületében, de ez nem jelenti azt, hogy senki nem dolgozik bent. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács az ezredfordulón döntött a bírák és az igazságügyi alkalmazottak ünnepnapjáról. Július 15-e már több mint 20 éve a bíróságok napja, minden évben ez a törvénykezési szünet első napja. Főszabály szerint az ítélkezési szünetben a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat. Ez azonban nem azt jelenti, hogy teljesen leáll a munka, vannak kivételes esetek. Mind polgárügyekben, mind pedig büntetőügyekben vannak olyan speciális területek és speciális pertípusok, amik ítélkezési szünet alatt is folyamatosan intéznek a bírók. Polgári peres ügyek esetében, ilyen például a szülői felügyeleti jog megszüntetésével kapcsolatos per, a sajtó helyreigazítási perek, a csőd és felszámolási eljárások, a cégeljárások, vagy esetleg megszüntetett munkaviszony helyreállításával kapcsolatos perek, ezekben az ítélkezési szünet alatti soron kívül, illetve rövid határidővel járnak el a bíróságok. A büntetőügyek vonatkozásában főszabály szerint tárgyalásokat normál peres ügyekben nem tartanak a bíróságok, de ebben az esetben is vannak a kényszerintézkedésekkel, letartóztatások elrendelésével, azok meghosszabbításával kapcsolatos eljárások, amikben soron kívül jár el a bíróság. A törvénykezési szünetnek a polgári ügyekben a határidő számításánál van jelentősége. Bizonyos kivételekkel ugyanis a határidőkbe nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama.
Ez azt jelenti, hogyha a bíróság kiküldött az ügyfélnek egy felhívást, egy nyilatkozat megtételére, és ezt az ügyfél mondjuk július 14-én még az ítélkezési szünet megkezdése előtt vette át, akkor ezen nyilatkozatát egészen szeptember 5-ig megteheti anélkül, hogy bármilyen késedelmet követne el. Büntetőügyekben azonban a határidőkben nem számít bele a ítélkezési szünet, tehát itt a határidők folyamatosan telnek, itt nem marad ki ez az időtartam, tehát itt a nyilatkozatokat a felhívás szerint kell megtenni a büntetőügyekben. Az ítélkezési szünet alatt a bíróságok elnökei készenléti és ügyeleti beosztással gondoskodnak a folyamatos működésről. A kezelőirodák rövidített ügyfélfogadási időben nyitva tartanak a bíróságokon, ahol az ügyfelek benyújthatják beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Megyénk bíróságai minden szerdán 8-tól 16 óráig várják a jogkereső állampolgárokat előzetes bejelentkezés alapján. Az ítélkezési szünet augusztus 20-áig tart. A magyar kormány nem fogadta el a kedden meghozott európai bizottsági rendeletet arról, hogy augusztustól fél éven át átlagosan 15%-kal csökkenti az ország gázfelhasználását. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be. A tárca vezető a keddi uniós tanácsülés előtt a Kölcsei Televízió 35 perc című műsorában azt mondta, kizárólagos tagállami hatáskörben van az energiabiztonság megteremtése. Az országnak az az érdeke, hogy a szükséges gázmennyiség rendelkezik. Álljon a lakosság és a gazdaság számára, amit nem veszélyeztethet egyetlen európai bizottsági rendelkezés sem. Az energiállátás az nem egy ilyen kommunikációs kérdés, az nem az, hogy nem filozófia, nem ideológia, nem kommunikáció, hanem fizikai kérdés. És ugye, mint minden fizikai kérdésnek vannak határai, vannak időbeli határai, mennyiségbeli határai, és hát ahhoz, hogy egy ország el legyen látva gázzal, ahhoz kell ugye újabb gázforrás, és kell útvonal, amin el lehet szállni, nem lehet hátizsákba hozni a földgáz, vagy vonaton, vagy nem tudom, autóba, hanem ahhoz csővezetékes szállítás, vagy tengeri szállítás kell, ahhoz meg kikötő, lefejtő állomás, stb. De óriási beruházások, amik hát időt vesznek igénybe, mert ez a dolog természete, több száz kilométernyi csövet nem lehet egy nap alatt lefektetni, bármennyire is szeretnék. Tehát Magyarország ellátása bőven az európai átlagos szint fölött van, hiszen Magyarországon a betárolt földgáznak a mennyisége az az éves fogyasztásnak körülbelül a 28%-át tudja fedezni, az európai betárolás az európai átlagnak meg a 18%-át. Ugye normális esetben ez elég lenne, de nem normális időket élünk, tehát az energiapiac nem normálisan működik, nem piaci körülmények, hanem háborús körülmények vannak. Kereslet, kínálat, ahol elmetszi egymást, ott van az ár, tanultuk a közgazdaságtudományi egyetemen, békében. De háborúban meg nem így van. Az ár az, amit az eladó mond, aztán vagy ki tudja valaki fizetni, vagy nem, vagy egyáltalán felajánlja a portékát eladásra, vagy nem ajánlja fel, ugye? Nem mindegy. Tehát, és ugye kb. 700 millió köbméternyi plusz gáz szükséges ahhoz, hogy Magyarország totális biztonságban legyen a következő jó néhány hónapra. Reális is ennek a beszerzése, de Oroszország nélkül nem. Ugye ezért is mentem Moszkvába, hogy ott tárgyaljak arról, hogy mi újabb gázforrásokat szeretnénk vásárolni. A Gazpromnak az ehhez szükséges források, én azt gondolom, hogy fizikailag rendelkezésre állnak. Egy jó megállapodás kell kötni, hogy Magyarországon még egy 700 millióval több gáz legyen betárolva a téli időszakra. Harmadik alkalommal hirdette meg a Ne dobd ki az iskolatáskádat akciót az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Az akcióban használt, de jó állapotú táskákat, toltartókat és tornazsákokat lehet bevinni a céghez. Az adományokat pedig rászorult családoknak juttatja el a társaság augusztus végén. Alig, hogy meghirdették, már meg is érkeztek az első felajánlások a Korányi Frigyes úti hulladékudvarba. Az EAK ugyanis idén-nyáron is folytatja a 3 évvel ezelőtt meghirdetett nyári kampányát, amellyel az iskolakezdést szeretnék megkönnyíteni a rászoruló gyermekek és családjaik számára. Kértük a lakosságot, akinek olyan már megunt, de még jó állapotban lévő táskája, iskolatáskája, toltartója vagy más iskola szere van, az hozza be hozzánk. Mi ezt összegyűjtjük, és így összegyűjtve átadjuk a Gyermekjóléti Intézetnek, akik utána
utána továbbítják a rászoruló gyerekek számára. Petró Árpád elmondta, a rövid távú segítő szándék mellett egy hosszabb távú stratégiát is magában foglal ez a mostani akció, hiszen a lakosságot a hulladék termelés helyett arra ösztönzi, hogy újra használják az arra még érdemes tárgyakat. A szakember úgy látja, Nyíregyházán népszerűek az ilyen kezdeményezések. Az elmúlt év tapasztalata alapján, de úgy összességében is Nyíregyháza lakossága nagyon nyitott ezekre a hulladék gazdálkodási kezdeményezésekre, és főleg, hogyha ez vegyül egy jótékonysági céllal, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon sikeres lesz. Nem beszélve arról, hogy követem a social médiában megosztott hirdetésünket, aminek nagyon nagy a látogatottsága. Úgy gondolom, hogy ez már egy tükre annak, hogy az akció is sikeres lesz. Az éjak természetesen a még nem használt vadonatúj állapotú tanszerek felajánlásáról sem beszél le senkit. Én úgy gondolom, hogy itt mindenki a saját lelkiismeretére és a saját adakozó kedvére van bízva az, hogy milyen tanszereket hoz be. Amit látjuk, teljesen új és újszerű iskolatáskák, toltartók kerültek be, vagy esetleg más iskolaszerek. A lényeg az, hogy olyan állapotban kerüljön be, hogy azt jó szívvel tovább tudjuk adni a rászorulóknak. A Korányi Frigyes és a Kerék utcai hulladékudvarok augusztus 24-éig várják az iskolai felszereléseket, amelyeket az ügyfélszolgálati munkatársaknál lehet átadni. Ezüstérmet szerzett a 4x100-as vegyesváltó tagjaként Barna Bianca a romániai Otopeniben rendezett junior Európa-bajnokságon. A nyíregyházi úszónő emellett az 50, a 100 és a 200 méteres mellúszásban is bejutottak középdöntőbe. Urbin Tamás tanítványa egy rövid pihenőt követően már elkezdte a felkészülést az augusztus végén kezdődő perui junior világbajnokságra. Az ezüst is szépen csillog, tartja egy mondás, amivel a sportolók egy része egyetért, másik részük pedig nem. Barna Bianca az előbbiek közé tartozik, a nyíregyházi úszó büszke arra, hogy a 4x100-as vegyesváltó tagjaként második lett a romániai junior Európa-bajnokságon. Otopeniben 39 nemzet versenyzői álltak rajtkőre. Az éremtáblázat élén 6 arany, 5 ezüst és 3 bronzéremmel a 26 úszót számláló magyar válogatott végzett. Urbin Tamás tanítványa a váltó mellett 50, 100 és 200 mellen is megmérettette magát. Mindenképpen szerettem volna az egyéni számukban középdöntőbe jutni, vagy akár a döntőig is. Az utóbbi sajnos nem sikerült, mivel az egyéni számok nem úgy sikerültek, ahogy ezt én terveztem. Pedig nagyon jó formában érkeztünk erre a versenyre, viszont a váltóra nagyon jól sikerült a szereplésem, és ennek nagyon örülök, hogy így ennek a csapatnak a tagja tudtam lenni. Urbin Tamás az ezüstérem mellett annak is örült, hogy tanítványa a számára csalódást okozó egyéni szereplés után a váltóban kihozta magából a maximumot. Mivel első éves, tehát első főversenye volt, illetve első világversenyét mondhatjuk, és itt is a fiatalabbak között számít, én meg voltam elégedve az eredménnyel. Némi egyéni számban egy bizonytalanságot éreztem, a versenynyomása, a pszichés problémák, de a váltóra és az utolsó napra ezt le tudtuk vetkőzni, és extra teljesítmény nyújtott, és a váltó is csak hajszála maradt le az Európa-bajnoki címről. Ő még abban a korban van, és olyan lendületben van, hogy ez versenyről versenyre javulni fog. Biancának nagyon sok fejleszteni való van, technikailag, illetve erőlétileg, főleg a karban és válban, a mellúszásnál, ami nála súlyozottan fontos lehet, de nagyon sok fejleszthetőség van, nagyon sok jövőkép van benne, és a mellúszó mezőnyben is, én azt mondom, bár ő első éves ifi, vagy nyugodtan lehet az oroszlán bajszát cibálni, és a felnőttek között is kipróbálni magát. Előtte azonban még saját korosztályában versenyez Bianca. Augusztus 30-a és szeptember 4-e között a perui Limában rendezik meg a junior világbajnokságot, és a 16 fő számláló magyar csapatban ott lesz a nyíregyházi versenyző is. Szövetségi kapitány úrral egyeztettünk. Nekem az volt a legnagyobb kérdés, hogy hány napos a verseny és milyen hosszú ez. Sajnos ez is 6 napra sikeredett, és annyiban változott a program, hogy a 200 méter mell az a váltó napján van. Úgyhogy úgy egyeztünk meg, hogy a világbajnokságon az 50 és a 100 méter mellett, illetve a váltót fogja úszni, hiszen a váltó itt is nagyon jó eséllyel indul. A 200 métert most egy hanyagoljuk, ez edzés szempontjából annyit eredményez, hogy az 50-re 100-ra talán még jobban fönn lehet tartani ezt a formát,
és hát az augusztus szinte végig kell dolgozni. Ugye augusztus 30-án van az első nap, szeptember 4-ig tart a verseny, de jóval előtte egy akklimatizálódásra kiutazik a csapat, hiszen hát itt 6-8 órás időátolódásról beszélünk. A fiatal úszónő bízik abban, hogy az Európa-bajnokság tapasztalataival a háta mögött eredményesen szerepel majd Dél-Amerikában. Mindenképpen úgy érkezek arra a versenyre, hogy az egyéni legjobbaimat meg szeretném majd úszni, illetve a váltóval is ugyanígy egy döntőt, vagy akár egy érmes helyezést is összehozni. Az egyéni csúcsokat remélem sikerül majd megjavítanom. Urbin Tamás az Európa-bajnokságon ott volt tanítványa mellett, az viszont, hogy ott lehet-e a szakember a világbajnokságon is, csak augusztusban dől majd el. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Az országban egyedül álló vámudvart adtak át Fényes Litkén az East West Gate intermodális terminálon. A legmodernebb technológiákkal felszerelt létesítménye a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adó- és vámigazgatóságának szolgálati helyeként működik a jövőben. A Fényes Litkei lesz az ország egyetlen olyan vámudvara, ahová a széles és a normál vasúti nyomtáv egyaránt becsatlakozik. A terminál már teljesen üzemképes, hamarosan élesben is megkezdi működését. Az úszó PET-palackokat is képes előre jelezni az a rendszer, amelyet a Felső-Tisza vízgyűjtőjén épít ki a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság és az Ungvári Tiszai vízgyűjtő gazdálkodási igazgatóság. Az együttműködés célja a folyamatos és pontos vízminőségmérés. Az 1,2 millió eurós uniós beruházás eredményeként létrejövő Tisza Monitor Net rendszerről konferencián számoltak be. Harmadik alkalommal hirdette meg a Ne dobd ki az iskolatáskádat akciót az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Az akcióban használt, de jó állapotú táskákat, tolltartókat és tornazsákokat lehet bevinni a céghez. Az adományokat pedig rászorult családoknak juttatja el a társaság augusztus végén. Július 27-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerda éjszaka borult lesz az ég, de csapadék nem valószínű, marad a nyári meleg. A hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul. Csütörtökön napközben derült idő lesz, a hőmérséklet 28 és 32 fok körül várható. Enyhülést a hétvégére jósolnak a meteorológusok, akkor tartósan 30 fok alá esik a hőmérséklet, és jelentősebb csapadék is előfordulhat.